Hát akkor köszöntelek benneteket. Na ma lesz az a téma, amiről én már lassan egy hónapja egyszer beszélgettünk. Ami nem más, mint ami nagyon sok embernek szerintem egy óriási mentő, egy óriási lehetőség. Én nem azt mondom, te se azt mondtad, hogy ez a biztos, hogy itt tud leszokni bizonyos olyan dolgokról, ami hát már éppen ide, hogy leszokjon, nem? És ugye én így azt szoktam mondani, hogy nincs lehetetlen, csak tegyél érte. És a legnagyobb problémát én abban látom, hogyha már van valaminek a rabságába, szenvedélyébe, vagy valami olyan dologba kerültél bele, amire utólag kiderült, hogy azt lehet, hogy nem is kellett volna fogyasztanod, ha elismered, hogy az nem a te világod, az már egy lépés. Ha azt is elismered, hogy el tudod engedni, az a második lépés, és ha azt is fölismered, hogy teszel érte, hogy vissza ne kerüljél ilyen fogyasztói körbe, már pedig azt hiszem a világ leginkább arra próbál mindenkit befolyásolni, hogy egyél így áll nyugodtan minden, semmi nem probléma. Hát persze, hogy nem. És nagyon örülök, hogy Gábor el tudtál jönni, mert egy olyan témát hoztunk elő, ami mindenkire fontos és érinthető lesz, ez pedig nem más, mint a függőségek, és azoknak bármilyen származékától függeni, az úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nem szerencsés. És tudjátok, itt sok minden van, koktélok, ilyen-olyan, nem olyan, és a koktélok világában pedig a legfontosabb az, hogy fölismert, hogy melyik íz nem a te ízed. Így van, én szeretnék üdvözölni mindenkit. És igen, egy hónapja voltam itt körülbelül, akkor beszélgettünk egy jót, és akkor azért a beszélgetésből hiányzott az, hogy ezt a dolgot úgy nem sikerült alá támasztani. Igen. Most viszont itt van két olyan barátom, akik szívesen elmondják. Szóval itt, most itt van két olyan barátom, akik vállalták azt, hogy szívesen elmesélik, hogy ők a függőség megszűnése után, és felismerve azt a lehetőséget, hogy megszabadulhatnak a függőség utáni kellemetlen energetikai és egészségügyi kockázatokat teremtő folyamatoktól, elmesélik azt, hogy mi történt velük a kezelés után, miután ez megtörtént. Az egyszerűség kedvéért persze, hogy nem így hívják őket, de az egyiket mondjuk nevezzük, mit tudom én, Bélának, a másikat nem mondjuk Tibornak. Lánynak nem lehet őket hívni, mert mindenkinek morcogós, mély hangja van, tehát ennyi azért lehet verjük át a már nem tudhatod. Ja, az igaz. Na, ők hímek, az nem biztos. És, akkor kezdjük azzal az úriemberrel, akit még tavaly kezeltem, majdnem egy évvel ezelőtt, és ő a Béla barátom, aki most így láthatatlanban, de mégis látjuk, hogy itt van, de majd hallani fogjuk, említi, hogy hogyan számol be. Csak jegyezzük meg, azért nem mutatjuk az arcát, mert nem az a lényeg, hogy őt lássátok, hanem az a lényeg, hogy halljátok, mert ő eléggé mélyen érintett volt, és szerintem is sok embernek tanulságos. Így van. És nem az arca lényeg. Így van, nevezzük, ő volt, akit Bélának írtunk. Jó. Nevezzük Bélának, tehát Béla volt az, aki imádta az amerikai koktélokat, egyben négyet be is kapott, és utána azért elég kellemetlen érzései támadtak. Úgyhogy most elmesélje azt, hogy mi történt vele. Gábor. Vegyük ki. A Gábor kezelése után olyan dolgok történtek velem, amit én magam sem hittem. Egy betegség után teniszkönnyökem lett, ami soha nem volt teniszkönnyökem, pedig 10 évig teniszeztem. Ez a betegség a 4 méter mélység ellenére is elért. A kezelés után egy jó hétig röghöz kötött lettem a jobb kettes egységbe, és olyan tisztulással mentem
keresztül, az a WC. Olyan tisztulásra mentem keresztül, és olyan színű salak távozott belőlem, ami számomra is megdöbbentő volt, mint laikus, de egyik pillanatra másikra elmúlt a teniszkönyökem, sokkal energetikusabb lettem, sportolok abba, nagyon megnövekedett az energiaszintem, sokkal jobban bírtam az edzéseket, Európa-bajnokságra kijutottam. Igaz, hogy negyedik lettem, de azt gondolom, hogy az ennek köszönhetem, és annak, hogy a Gábor rá sikerült így ezt a folyamatot végig, többször végig vinnünk. Azon kívül olyan érzések, olyan számomra még megmagyarázhatatlan dolgok történtek, amit valószínű közösen fogunk megfejteni a Gáborral. Ezt remélem esetleg majd egy következő ilyen beszélgetésbe el tudom mondani, és talán bővebben információkat tudok róla adni. Beszélj egy picit arról, hogy amikor benne voltál mélyen ebbe a dologba, mondj egy-két érzetedet, hogy mit tapasztaltál magadon. Azért sokan vannak sok minden dologban, és mindig van egy megtapasztalás. Mit éreztél ahhoz képest, mint ami ma? Álmatlanság volt, sokkal gyengébbnek éreztem magam. Mondom, ez a legfőbb, ez a teniszkönyök, az ízületeim nagyon fájtak. És ez tavaly júniusban ez egyik pillanatra másikra eltűnt. Tehát alapvetően az első jel az volt, második meg az, hogy kb. 20 évvel korábbi energiámat kaptam vissza, vagy fitségemet. Ha valami, ami átment, az a tisztulás. Akkor már nem fogyaszta semmilyet többet. Nem. Volt egy mellékhatása ennek az egész dolognak, arról, hogyha mesélnél egy pár szót. A kezelés alatt testemet nem én irányítottam. Ez négyszer történt meg. Négy különböző testrészemet mozgatták. És az olyan hihetetlen érzés volt először. Nem tudtam vele mit kezdeni, erről akarok majd esetleg későbbiekben beszélni, amennyiben ennek a megfejtése megtörténik. És ez a kezelés során keletkezett. Ez egy pozitív mellékhatás, akkor elmondom én. Megengeded? Megköszönöm. Kézbe tartom. Jó, oké. Na, mi a váltóban az történt, hogy a negyedik, ötödik kezelés után, nem alkalmával, nem mondom mi volt közben, a kezelés közben, a Bilának az elég masszív karja van, sportol, ekkora szintiszta izom, és a kezelés közben az ő kezét kicsapták jobbra, így a kanapé szélére, próbálta, ahogy elmondta, próbálta leszedni, de nem sikerült. És nem ő akarta. És nem, de egyszerűen köze nem volt az egész folyamathoz. És a tenyerén hirtelen belépett egy energia, amit ő egy elég határozott érzésként élt meg. Nem volt kellemetlen, de érezte. És ez az energia szépen átment a, bement a tenyerén keresztül végig a karján, ami ki volt így feszítve. Végment a testén, és rá egy-két kezelés után ugyanezt történt a másik kezével. Azóta Béla barátomnak mind a két tenyere bizsereg, és tulajdonképpen otthon ő ezzel a két tenyérrel, hát ez van, gyógyít. Rajta kívül van még két olyan másik ismerősöm, akinek szintén a kezelés után hasonló megérései voltak, ugyanúgy tudja használni a tenyerét, de egyet tudni kell. Ezt nem tőlem kapták, ezt nem én csináltam nekik, hanem ők hosszú életeken keresztül jutottak el odáig, hogy ezt a képességet valahogy megszerezték. A kezelések folyamán, miután elérkeztek abba a fázisba, hogy az energia, amivel tulajdonképpen dolgozunk, az a Bélából is kitakarított az oda nem megfelelő részeket,
és amikor megtalálta, hogy elég tiszta az a hely, ahol be tud telepedni, akkor oda betelepedett, és megnézte, hogy ja, igen, hoppá, itt tartunk, na akkor egy-két tulajdonságot fölkapcsolunk. Volt köztük egy olyan tulajdonság, ami nem volt más, mint az, hogy a tenyérével otthon családi körbe gyógyíthat. Ennyi volt a mellékhatás, mert valakinek nagyon elszabadulna a fantáziája. Semmi extra. Mit tudom még bele ezzel kapcsolatban mondani? Együtt. Jó, akkor most átadom a szót a másik derítésnek. Tibornak elvesztük, úgy emlékszem. Köszönöm, sziasztok! Én is azért jöttem ide, hogy Gábornál voltam a kezelésem. Nem ittam régebben, de egy kényszer, tehát olyan intézményben jártam, ahol muszáj volt felvennem a koktélt. Egyet kaptam, amiből 4 óra múlva az egész testem viszketett és hólyagos lett napon keresztül. És utána fokozatosan fél év alatt az utolsó szőrszálam is mindenki hullott. És ez a hólyagoszlódás elmúlt egy pár hét után, de ez visszajött teljesen adott módon éjszaka nappal. Viszketés és foltosodás, hólyagosodás, minden volt rajtam. Nekem is volt, ami a Bélának, tehát jelentkezett ilyen könyökfájás, golfkönyöknek nevezték, soha életemben nem golfoztam, nem teniszeztem. És idén kaptam egy kezelést, tehát ezek nem múltak, ezek a tünetek, időnként visszajött, és idén kaptam Márciusba Gábortól 2 kezelést. Ami az első kezelés után hazamentem, és másnap reggel, hát sajnos ilyen csúnya dolgok történtek, meg is ijedtem, tehát a WC-ben, tehát vizeletben ilyen sejtek, parafinok lejelentkezett, illetve a széklete pedig ömlött a vér belőlem. Akkor hívtam Gábort, beszéltem vele, több ismerős orvossal is beszéltem, nem tudtak mire gondolni, de ez 2 nap után teljesen elmúlt, és 3 nap után a vizelet is kitisztult. Még egy kezelésre vettem részt Gáboron, és azóta nem jön vissza semmilyen tünet, tehát nem jelentkezik ez a hólyagosodás, pirosasság, viszketés rajtam. Bármit tettem, bárhova jártam, tehát végigjártam az intézményeket, minden egyes különböző bőrgyógyászló kezdve. Minden orvos, senki nem tudok sem tudni, azt mondták, ez egy sajnos az egy út belejáró, és ebből teljesen kigyódultam most a március óta. Jó, egy valamit szerintem mesélj még el, légy szíves, az, hogy hát ez most nem egy ilyen felemelő téma, de jobb, hogyha mindenki tudja, ez itt egy kivezetés. A kivezetésnél meg az történik, hogy kivezetődik. Hát ilyen egyszerű. Függőségbe szület. Ennyi. Hát ez vagy fölüljön ki, vagy alul. Hát inkább úgy érzi, hogy ez mindig aluljön ki. De történt itt még valami, amit most a Tibi nem említett, hogy mitől mi úszkáltak itt a kis vizeletedben. Ezt pontosan nem tudom, ezért fotóztam és elküldtem neked, tehát nem tudom mesélteni. Tehát olyan, mint hogy ilyen kis, pici kis sejtek biológiában, amit tanultunk, láttunk fotókat róla. Ilyen sejtek úszkáltak, illetve ilyen parafin úszott a víz tetején, fekete színű valamik voltak. Nem. Feketéből több volt. Az több volt, igen. Tehát valamikor teljesen tele volt. Az egész tiszta vízszínű volt a teljes vizelet, és mindig tele volt ilyen úszkálók is, átlátszó valami. Mirani, hogy mi lehet. Tessék? Így van. Hát egy sejt nem lehet, mert a sejt... Persze csak arra sorítani. Egy nyálkás valami, a fekete pedig vér is lehet, mert az feketévé válik, hogyha egy picit emésztődik, tehát lehet egy ilyen pici apró vér, cseppeknél is kisebb vér, tehát ilyesmi. Az könnyebb, mint a vizelet? A vér. A folyadéka? Igen. Nem. Akkor lehet, hogy úszott. Igen, ez úszott benne. Az úszott rajta, akkor nem. Akkor nem, mert a vérnek az azért nagyobb, tehát a pici is, akkor is nagyobb a súlya, de... És a grafit más, mi a helyzet? Csak fekete. Grafit mi a helyzet? Grafit? Grafinoxid. Az bármikor lehet. Hát az mindenhol van már, és akkor élelemben mindenhol tudjuk kapni. Az is lehet, de az, ahogy nagyobb tömegkel, mert azt mikroszkóppal lehet igazán látni. Tehát az igaz, az oltásokkal kapcsolatos grafinok, azok 8000-szeres nagyítás, tehát akkor amelyen grafén szálak, tehát nagyon vékony véletűek, de ki lehet mutatni tehát. Értem, tehát valami biztos, hogy kiment, azóta nem jelentkezik ez igen. A bőr pirosasság, mint egy csalánkiütés olyan volt, igen, a testem 2 napon, gyulladás egyértelműen, ez mind gyulladás is. És azóta nincs. Gyulladásos reakció, mindig váladék, stb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Te
vízkönyök és gyulladást, nem tudom, hogy mindig. Tehát ez az teszel, kettesen valamit. Na akkor tesz. Mondjál ezt egy pár szót. No, éppen azért annyit tudni kell erről a dologról, hogy tulajdonképpen semmi más nem történik, mint én megkérem a föntieket, hogy közvetítsenek egy olyan energiát, amivel, ami teljesen egyéni mindenkinek. Ezt neveztük a múltkor egy ilyen egyéni ajándékcsomagnak, és ez teljesen egyéni mindenkinek, hiszen fönt mindenkit ismernek. És teljesen mindegy, hogy ki milyen állapotban van, ki miben szenved, szerette a koktélokat, fogyasztott-e vagy sem, teljesen mindegy, mert minden kezeléssel az ember azt kapja, amit neki a legjobb. De ezt kaphatja biológiailag, fizikailag, és kaphatja mentálisan. Tehát lelkileg is meg van támogatva. Ezt tudom, mert járt nálam olyan valaki, aki hát ennyi szomorú volt, és a harmadik alkalom után a párja, az akkori párja mondta, hogy jó van, ezt most már hagyjuk abban, olyan vidám a fiatal ember, és hát ez ilyen. És ez működik mindenfajta téren, tehát ott fönt olyan lehetőségek vannak, amiket igen, mindenki tud tulajdonképpen, vagy mindenki élhet ezzel a lehetőséggel, hogy az valami felfoghatatlan. De ez létezik. Itt van a két példa. Van még jó pár. És a Miklóssal arra gondoltunk... Akkor mutatom az állásként erről a témára, hogy minden függőségből van kiút. Igen, így van. Ez a lényeg. Egyetlen egy korlát van az embernek a gondolata. Jakarja. Semmi más nincsen. Itt van ez az úriember mögöttem, családos, két gyerekkel, parámi nyelvet beszélt, jó pár ezer évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt élt. Ezzel a dologgal kapcsolatban ő megnyilatkozott, és azért idézem őt, nehogy és azért említettem őt is, mert nagy a plagizálás vágya érjen. A gnosztikus iratok szerint ő azt mondta, hogy én magamtól semmit nem tudok csinálni. Azok a csodák és gyógyítások, amiket láttok, hogy végrehajtok, abban a munkát bennem az Atya végzi. Pont. Ennyi. Ennél többet én sem tudok elmondani. Hát kár is. Akkor lefordítva, minden függőségből ki lehet jönni, ha eldönti végre valaki, hogy elég volt. Leteszi a poharat, leteszi a cuccot, leteszi mindent, és az, hogy most itt és vége. Ennyi. Onnantól a föntiek, hihetsz benne, nem hihetsz benne, akkor is működik. Ehhez kell egy kis bátorság, illetve az, hogy az ember szemben merjen nézni saját magával, tehát nem vagy, hogyha az ember elbalg a tükör el, és azt mondja, hogy hát igen, ezt elrontottam, de van lehetőség arra, hogy ezt rendbe tudjam hozni. Hát ha az ember ezt meg tudja fogalmazni, az már egy fél siker. Ha tesz is érte, hogy fölhív valakit, hogy ebből segítsen neki kijönni, az már közel jár a 90%-hoz, és ha elballagott oda, akkor valószínűleg bekövetkezik a 100%. Uh-huh. Ennyi az egész történet. Ilyen egyszerű. Ezért jöttem. Nem akarja a kokán beszélni. Jó. Megcsináljuk, amit... Igen, meg. Rájössük? Ezt még elmondom, mit történt, jó? Azt találtam ki, és megbeszéltem a Miklóssal, hogy akik most itt vannak, és hogy ne beszéljünk a levegőbe, aki akarja, meg nem akarja, nem, csak aki akarja, és az részt vesz benne egy ilyen kis kezelésbe. Mindenkit itt, most, egyszerre. És a többit azt akkor mesélem el, amikor ezt kikapcsoltuk.